mindenkinek volt valami indítatása errefelé, ez akár zöld életmód, akár az étkezéssel kapcsolatos, akár csak úgy idétre költöznek, hogy együtt a gyerekcsaládok. Mi is itt kerültünk 2008-ban Nagyszékelybe, és hát ott elkezdtük próbálgatni a saját kis... Mit csináljak? Mennyi? Saját, mert így jobb. Elkezdtük próbálgatni a saját kis ötleteinket megvalósítani, az első képsorozat az erről fog szólni. Nem fogok egy-egy képről sokat mesélni, mert az ilyen háttérszakmai dolgokról hallottatok a Vitkán és a Talajról, a Bélánál ugye a nagyon nagy átalakulást láthattátok a 30 év alatt, itt is egy pici átalakulós rész lesz az elején, de én a közösségi részéről szeretnék mesélni. Mehetünk tovább, így költöztünk oda, mi is minden technikát először megpróbáltunk megvalósítani, itt akartunk, ott akartunk, volt itt szó már kartonról, szőnyegről, szalmáról. Menjünk szerintem gyorsan. Egy pár év alatt óriási változást értünk el, ez a kert 30 évig nem is volt művelve, ahol voltunk, és pár év alatt, hát mondjuk 2-3 évben belül elértük azt, hogy a család, már akkor még kisfél család voltunk, a családnak a zöldséggyümölcs szükségletét ezen a területen, ez hát mondja, az 500 négyzetméternél nem több terület. A gyümölcsfák nélkül most ezt tényleg maradjunk ebbe a kicsit konyhakert, és részben meg tudtuk biztosítani. Mehetünk tovább nyugodtan, ezek sok-sok kép. Rengeteg össze-vissza növényt ültettem, mi Angliában éltünk előtte, és ahol találkoztam a permakultúrával, és nagyon sok növényt hoztam haza onnan, ezeket gyakorlatilag így beültettük ebbe a kiskádba, ahol először megérkeztünk, és figyeltük, hogy mi történik velük. Ezt a képet azért szoktam betenni, mert hát az ember néha tervez, permakultúrás tervezés is nagyon sok szempontot figyelembe vesz, néha vannak szempontok, amiket nem lehet figyelembe venni. Hát egyszer így elúszott a kertünk 2010-ben, júniusban, és utána erre is próbáltunk megoldásokat keríteni, mindenféle lehetőség, emeltágyásokkal mehetünk tovább. Emeltágyásokkal, és akkor már csak az úton állt a víz néha, mert hogy a szomszédban egy nagy tó van, ami néha kijön, a völgyben pedig abban lakunk útvölgynek hívják, rengeteg forrás és nagyon magas talajvíz van, ami bizonyos szempontból jó, bizonyos szempontból azért küzdünk vele. Ez egy olyan terület, ahol erről fogunk majd látni idei képeket, ahol 2009-től teljesen benőtt dzsungeles terület volt, és hát itt volt kérdés, hogy erről mi van, ha benőgi a fal, vagy mi lesz azzal. Itt most mi visszafele csináltuk, ezt egy teljesen benőtt dzsungeles területből bontottunk ki területet konyhakertnek, és hát az előtte lévő fajok most alakultak át így az elmúlt 10 évben. Most már ugye mi irányítottuk, hogy mit legyenek, némelyiket nem irányítottuk, mert rengeteg minden kell magától, ezt megpróbáljuk kihasználni helybenoltással, majd megtartások meg azt a fát, hogyha a termés olyannak bizonyul. Hát amivel még foglalkozunk közösségileg is, meg családilag is, megpróbáljuk a nyári időszak alatt ugye megtermelt dolgokat térre eltenni. És amivel még foglalkozunk, és ezt azért mondom, nem tudom, van itt olyan, aki kisgazdálkodó, vagy kiskertben gazdálkodik, vagy magfogással foglalkozik, előállít saját magának vetőmagot. Azért van egy pár ember. Jaj, de jó. Na, mert amivel még Nagyszékelyben foglalkozunk, az a sok családnak volt ez ilyen, hogy is mondjam, szívügye, hogy egyrészt régi fajtákkal, másrészt meg olyan új, különleges fajtákat próbáljunk ki, amit most erről sokat beszéltünk, a megváltozó klimatikus feltételekkel meg tudnak küzdeni. Ez most tényleg csak egy nagyon, hát a paradicsom az egy nagyon egyszerű példája ennek a magfogásos dolognak. A magház civil szervezet alakultak Nagyszékelyben, ami gyakorlatilag egy civil génbank. Tápiószeléről Béla, nem tudom, hogy most tette úgy említés, mint a Magyar Nemzeti Génbank, de tápiószele az azért mond valakinek, aki magukat ültet otthon mondva, amit onnan lehet ugye kikérni magukat. Most amivel mi próbálkozunk az előtt, hát ugye ez egy hivatalos nemzeti génbank, amivel amit mi csinálunk, az inkább egy civil megvalósulása ennek, és számunkra az lenne nagyon fontos, hogy hát a Nemzeti Génbankban nem is ez a feladat, és nem is ez a hosszú távú cél, hogy azok a magok, amiket mi kipróbálunk, akár megőrzött tájfajta magokról van szó, akár valami különleges, vagy külföldre bejött és kipróbált, vagy az észlelődő alatt található fajtáról, hogy ezek használatba kerüljenek. Szóval ténylegesen nem hogy mint érdekesség jelenjenek meg, hanem hogyha ezek jól működnek itt Magyarországon, a mi környezetünk feltételeink között, akkor ezek használatba kerüljenek. Ehhez keresünk embereket, akik ezeket a magokat erőltetik és foglalkoznak ezzel. Ehhez hátsó támogatást adunk, szóval ilyen magfogós tartunk
elmondjuk, hogy ezekkel hogy kell foglalkozni. Ez egy on-farm együttműködési érdeklődés, és szeretnék keresni olyanokat, akik ezt otthon vállalják, hogy ezeket a magokat kipróbálják, részt vesznek ebben, hát mondjam egy kísérletben. Szóval, akit ez érdekel, az legyen szívesen feliratkozni, és akkor majd erről fog információt kapni. Mert ugye ezzel ott több család foglalkozik, van egy egy családnál van maga a megvalósult fizikailag a gyűjtemény, de nagyon sok magvőrzére járunk, és igazából, ha bármilyen mag érdekel titeket, akkor megpróbálunk segíteni. Ilyen több ezres magvőrzők van. Hát ezek a, ugye, amik nőnek a magokból, nagyon sokféle dologgal foglalkozunk, ugye ilyen, hát most nem tudom, ismeritek el, ez a brokkoli fajta, ami nem nagy ott hozzá, amiában nagyon gyakorli ez a fajtató brokkoli, hogy milyen kicsi ügyeket hoz. Ezeknek is a magfogását próbáljuk ott megvalósítani. Ops, valahogy furcsán van betéve, de igazából teljesen mindegy. Ez egy helyi családok szerveztek egy paradicsomkóstolót. Ez az a pár család, aki ezzel ott foglalkozik, ők hozták össze, és itt mutatnék te a permakultúrának a másik oldalaira is, ahol ezeket az elveket próbáljuk használni, és ez a közösségi szociális oldal. Szóval nem csak az, hogy mindenki a saját kis kertjében ezt termesztik és örül neki, hanem megpróbáljuk ezt közösen együtt élvezni ennek a gyümölcsét, ennek a munkának. Ez egy paradicsomkóstoló volt, 52 féle paradicsomot hozott össze ez a pár család, és kóstoltuk meg együtt. Ezek most csak ilyen pillanatképek lesznek a növényekről, amikkel így foglalkoztunk. Lufatök. Na, mehetünk tovább szépen mostan. Na, hát a tóról már itt tegnap is, meg ma is sok szó esett, mi is próbálunk megvalósítani. Béla leírása alapján is próbáltunk kialakítani tavat, hát ezzel is sokat küzdünk. Nagyon nehéz néha egy tervezésbe, egy ilyen vidéki környezetbe betenni az ilyen permakultúrás elemeket. Ennél a kertnél abban küzdöttünk itt a tóval, hogy egy nagyon keskeny telek, ez nem tudom, sokaknak ismerős lehet ez a nagyon keskeny és nagyon hosszú telek. Ez itt Tolna megyében is egy nagyon jellemző kertforma. Ezért nem tudom, hogy tavat tudtunk betenni, és nem sikerült a ház elé tenni, hogy még az egyik funkciót is kihasználjuk a tónak, de mint élőhely nagyon szépen alakult az elmúlt 10 évben a tó. Hát egy olyan furcsa gyümölcs, ami még gyakorlatilag most decemberben is eszegettük a fára felmászott kivit. Bélától kaptuk az első kivi növényünket most már, hát nem is tudom kilóra megmondani, de több 10 kiló kivit. De most már nem hallani. Nem hallani? Kivi! Na, akkor szóval ez a hosszú történet, ez érdekesen alakult Nagyszékelyben, ez a 2009-ben kezdődött is közösségi együttműködés, ez, hát hogy is mondjam, szóval azért azok falvak, élő falvaknak az életében nagyon nehéz az, hogy miután állandóan ott vannak, amivel foglalkoznak, az nagyon nagy résztvétel, jelenlét igényű dolog, mind a kertben, mind az állatokkal, mind a közösségben részt venni. Ezért nagyon sok családnak ez elég komoly átalakulásokat okozott a családokban, ezért nagyon sok alapítónak elköltözött ebből a közösségből, és hát azóta, akik ott maradtak családok, inkább egy-egy témában próbálunk kapcsolódni és együttműködni, és ezek a témák, amik mentén szerveződik. Hát most nem mondom, hogy mondom, nagyon nehéz közösséget mondani, és sokan a közösségen azt értik, hogy ez egy ilyen rendszeres, megszervezett hátterű dolog, itt igazából ezen a területen együtt élő és külön és együtt is gazdálkodó családokról van szó. És most egy olyan mutatnék, amit tavaly kezdtünk el, ez két családnak most így a szívügye. Hát mondjuk azt, hogy erdőkert kialakítás, annyi hasonló a Bélához, hogy ez is egy hosszú-hosszú éveken át szántott területből kezdtük el. Ez egy fél hektáros terület, amit így szépen kirajzolva látok. Aki közelül hát látja az oszlopokat is, mert itt olyan óriási vadveszély van, hogy itt azzal kellett kezdeni, hogy a gyümölcsfákat akarsz ültetni, akkor kerítés. Most ez egy nagyon komoly vadháló lesz, ezen aztán tényleg semmi nem megy át. Kicsit erődítménynek is néz ki, ami nehéz, de csak így tudtuk elkezdeni. A vonalak, amit látok, az egy Svél nevű permakultúrás, vagy hát permakultúrából jött velem. Ővárok. Ővárok. Fordíthatjuk magyarra, igen, sokféleképpen a lényeg ennek a Svélnek az, hogy úgy próbáljuk megtartani azt a vizet, ami lefolyik itt. Hát nem tudom, ez a felületen mennyien látszik, ez egy domboldal. Ilyen, most így, igen, mutasd meg, hogy milyen irányban, igen.
úgy próbáljuk megfogni, hát régen ez sváboknak szőlőhegye volt, látszanak még a régi teraszok, amit ők kialakítottak, azok teljesen szokásos ilyen szőlőteraszok, biztos láttatok, hogy a Rajna mentén nagyon szépen kialakították. Itt amit egy kicsit más, ez az öváró, ezek a színfonalak mentén húzott árkok, most ott látjátok. Na, hogy történt ennek a... Ja, hát azért jutottunk ide, hogy erre szükség van, mert amit látni a Tolnai dombságban nagyon nagy általános problémának. A föld színéről is, ezt még gondolom, ott messze is nagyon látni, hogy az alsó és a felső föld szín között óriási különbség van. Ez gyakorlatilag ahogy mész fel a dombra, már teljesen az alapkőzet, amit lősz van, hát abban azért úgy magában nem sok minden terem meg, és ezért hát a gazdálkodók egy nagy mennyiségű műtrágyát használnak arra, hogy ebben bármi is teremjen. Na, mi máshogy kezdtünk ehhez az átalakításhoz, hogy kultúrállapotba hozzuk a területet, ahogy ők ott mondták. Na, úgy kezdtünk neki, hogy egy stabilis mértékkel kimértük ezeket a színvonalakat, amit mentén szerettük volna ezt a lefolyó csapadékot megfogni. Abból alakultak ki ezek az árkok. Aztán megpróbáltuk egy markolósnak elmondani, hogy mire vágyunk. Két második napon már egészen belejött abba, hogy mire van szó. Mert hogy ezt az első nagy földmunkát, nem tudom, hát Szepolcer nevét nem tudom, ismeritek-e, ő neki van egy filmjáról, nagyon régen kezdte ezzel a... És ő is annyit mondott, az elég jó mondat, hogy nem alkalmaz gépmunkát, kézzel csinálni, de amíg ezt az elsőt, ehhez gépet hív. Hát ez volt a YouTube-on magyarul sokáig csak levették, hogy ezt nem tudja valaki visszatenni. Hajrá, föl lehet írni, hogyha szeretne érte egy ilyen táblára, hogy a listára föl lehet írni, hogy hol a hátban megvan. Na, szóval gép csinálta az elsőt, még így is a gép utáni földmunka kézzel való elegyengetése is óriási fizikai munka. Ahogy itt a Béla is mondta, azért ez a fajta, hát hogy mondjam, benne élés a saját kis természeti környezetedből és életér kialakítás, ez hát tényleg nagyon nagy jelenlétet és sok munkát igényel, mert ugye a gép után nekiálltunk kézzel ezt ugye szépen lesimítgatni, elgerebézni, és még nem vagyunk kész egy év alatt az egész területtel. Az volt a tavaly decemberi állapot, ez most a 2017 júliusi állapot. Szóval tavaly akkor megcsináltuk ezt az elegyengetést, a gép szerencsére a gödröket is kiszedte, ez nagy szerencsénk volt. Zserültettünk 120 fát, 12 féle, azt hiszem mindenki 12 féle gyümölcsfát. Ezek a fák saját oltványok, magoncok, amit a környékből szedtünk össze, meg egy pár saját érdeklődésnek megfelelő növény. 21 féle füge van a terület legnaposabb, legkedvezőbb részén, amit ugye nagyon sok helyről szedtünk. És a tervezés része is úgy volt, hogy ugye hát ezt a területet egy évig figyeltük meg, berajzolgatva, hogy hol süt a nap, hol megy az eső, hol milyen a föld, és akivel együtt csináltuk, neki hát ehhez nagyon közel volt kertje, amit 5-6 évig művelt, ezért neki már nagyon sok tapasztalata volt ezzel a domboldallal, ez egy nyugati fekvésű domboldal. Na, hát így nézett ki a... Ja, jó, szóval ez volt a gyümölcsös. Ha bárkinek ilyenről kérdése van, hogy szeretne eljönni megnézni, mindenkit szeretettel látom, akkor ilyen gyümölcsös, hát erdőkert kezdeném kialakításában. Hát ez már idei kép. 2017 nyári kép. Egy olyan jégeső volt Nagyszékelyben, ami hát állt a 100 éve nem volt. Hát gyakorlatilag 95%-ban mindenük megsemmisült júniusban, ami az évben volt. Mindjárt mutatom még egy-két szomorú képet szóra. Gyakorlatilag aki így a kert a szív, így ez hetekig csak bolyongott a kertben és nézte, hogy mit ünt el. Na, hozzánézve, ez az út, amire víz folyik, mert 100 mm esővel egy órán keresztül jégesett. Még nincs egy kivetted. Bocsánat, harangozni kell, de komolyan. És nincs jég. Hát ezt bocsánat, nem tudták, hogy a harangozók a faluban van jégelhárító rendszer, minden van, amit állítólag használnak. De állítólag ez abszolút. Erre a jégben nem működött semmi. Amit mutatok utána, minden eső után. De ez nem tó. Ki tudja, hogy mi ez, akkor inkább mondjuk azt. Igen. Na, szóval, hogy ez ugyanaz az árak, amit az előbb láttatok a januári és a júniusi képen, mert hogy minden eső után szaladunk fel megnézni,
hogy benne maradt az eső az árokrendszerünkben, azaz, hogy jól mértük-e ki a szintvonalakat. Hát ez az egy árok volt, ami kicsit eresztett, ezért Attila gyorsan fogta magát, és ott így kicsit még megemelte a végén a földet, hogy benne maradjon a víz. Szóval innen látszik ennek a lényege, hogy az a víz, ami ez a 100 mm eső, ami hát egy órán belül esett le. Ez egy olyan területen, ahol nincs borítottság, ez Vika is mondott, hogy nem szeret a föld olyat, hogy nincs borítva. Hát ugye, ha elképzeljük, rengeteg olyan terület van, amit rögtön a ugye, aratás után tarlóhántanak, teljesen ott maradt pucéren, vagy össze beszántanak. Most ezekről az ilyen gyors csapadék úgy zúdul le, hogy ahogy láttátok az úton gyakorlatilag ilyen sárfolyamokkal alakulva, hát meg nem mondom, rengeteg köbméternyi sarat visz le így a faluközpontba, szóval ilyenkor a faluközpont ilyen méteres sárban áll, és hát ezt próbáljuk így tényleg dokumentálva megmutatni embereknek, hogy ezen lehet változtatni, és úgy néz ki, hogy igazából tényleg egy ilyen mértékű esőt is ezek a, hát látjátok, hogy ezek azért nem ilyen óriási mély árkok, hanem inkább egy ilyen, hát ilyen kellemes ilyen lankák vannak így a fasorok között, hogy itt is sorban vannak a fák. A másik ideje ennek ugye az, hogy ahol megáll a víz, ahogy látjátok, ott mennek sorba a fák, ahogy ez lassan elszivárog, ez mind a fának a gyökeréhez fog kerülni. És így gyakorlatilag az, ami így lezúdult volna egybe, és a felső részen szinte semmi csapadék nem maradt volna a fáknak, így egy szép lassan ugyanezen a területen napok alatt szivárog el. Hogy ez ugyanaz a 100 mm eső, igen, ami az úton folyt, nálunk ideig jutott, megálltak az árok. Úttól megnéztük ott a kapunál, ahol ugye a bejárat van az úton, egyáltalán nem volt túl csorgás. Hát ez a múlt heti kicsi hó, amit ezen a télen sikerült egy kicsi havat fényképezni, nagyon kevés hó volt a télen. Ez egy homoktövissövény. Ez annak a domnak, amit az előbb néztünk, a másik dom volt, másik oldala. Hát itt van a kis kertünk, ahol hát nagyon-nagyon sok technikát alkalmazunk abból, amit hallottatok itt Vitkától és Bélától is. Itt még nem látszanak a gyümölcsfák, ez is mielőtt oda mentünk, egy nagyon sok évig szántott ilyen belső terület volt, azokban most már tele van gyümölcsfákkal, itt szép lassan nőnek. Hát ez egy érdekes kísérletünk volt, ugye tavaly hát megjelent az állat a rendszerben. Régen nekünk voltak tyúkjaink, de nagy állattal nem foglalkoztunk, most újra a tyúkok voltak az első, nem is a román gyerek volt, szóval a tyúkok tavaly megjelentek. Az érdekességek az egésznek, hogy volt egy faiskola, amit felszámoltunk, mert az oltványokat ugye ki kellett ültetni, és benn maradtak a meg nem eredt alanyok és olyan fák, amit még nem volt szükség. Hát az első kísérlet volt, ugye jöttek be a tyúkok, és utána beraktuk a kecskéket. Hát igen, szóval a kecske az egy aranyos állat, ezt mindenki megmondta, hogy vagy gyümölcsfád van, vagy kecskéd. Hát ott az első fákon látjátok, hogy hát kérek nem maradt a fákon. Na most miután ezeket a fákat ugye nem terveztük így, hogy megmaradjanak, és fokozatosan átlettek volna alakítva, ezért úgy nem bántuk, viszont sajnos hát benthagytunk egy-két olyan fát, amit úgy terveztünk, hogy majd árnyékotad a pipiknek. Azokat most miután, ja, mert ezek pici kecskék voltak, és egy ideig hozzásnyújtak a fákhoz, nagyon örültünk, hogy ez most itt más lesz, és nem lesz igaz a senkinek, aki ezt mondta. Hát egy reggel előtt találtuk a fákat, hogy nem volt rajtuk kéreg, és sajnos valóban körtefák voltak. Szóval az utáni napon erődítményt tettünk a fák köré, nincs egyik képesen ők vele. Ez úgy néz ki, képzeljétek el, hogy ugye, ahogy Béla mondta, először így közelre raktunk így karókkal, betekertük a fát, majd hát kb. Egy méter átmérővel egy vattháló alul a kicsi lyukkal, fejre állított vattháló fönn a kicsi lyukkal, ez a dupla vattháló, a két vattháló között csirkedrót. És ezt körbe karózva, most ezt kapták a kecskék, azóta úgy néz ki, hogy nem próbálkoznak megenni ezeket a fákat, de az teljesen bizonyos, amit tanultunk a helyi kecsketartótól, a kecske az energiát eszik, szóval teljesen biztos, hogy amiben a legtöbb energiádat teszed, az fogja először. De ezek a fák most már védettek lettek, és egyébként meg rendszeresen etetjük őket, ez nagyon érdekes, tegnap a agrárerdészetnek van kísérlete arra, hogy fás, lombos dolgokkal takarmányozni állatokat, és Béla is ugye itt nagyon sokat beszélt a takarmányfákról. Hát most ezt is fordítva próbáljuk ki, nem fákat ültetünk takarmánynak, hanem itt vannak a kecskék, akik megnézzük, hogy mit esznek meg, és azok lesznek a takarmányfák, és mindent megesznek, elmondom. Szóval ezt nem lehetett elhinni, hogy a karácsonyfák megeszik. Igen.
Na, a másik állat, aki bejött a rendszerbe, a permakultúrás rendszerbe, ugye a permakultúrás rendszerről mondanék annyit, ha már így ugye ennek az apjával jöttünk össze, hogy ez a tervezési rendszer ugye egy kis elemeket vizsgál meg a területen, ezeket az elemeket fogja kapcsolatba hozni, és ezeket egészíti ki úgy, hogy a rendszer együtt is működjön, és ez a működés olyan legyen, hogy egyre könnyebben működjön, ezt próbáljuk elérni. Hát a kiköltözéssel ugye jött az, hogy hát persze fával fűtünk, hát ez még egyszerűen hangzott. Hát erdő, még az erdő is egyszerűen hangzott. Most az erdőben van a tűzifa hogy jön haza? És hát itt állt meg a nagy tudomány, mert nagyon közel van az erdő, ez a házak mögött lévő rét 200 méterre, ott vannak az állatok, mögötte lévő csík az erdőnk. Ez nem óriási erdőket kell elképzelni, ez 1,6 hektár erdő. Hát igen, de ez a 200 méteren is vagyunk haza a tűzifa, mert hát Taliskában ez egy kicsit lassú lenne. Szóval tavaly belevártunk, nem, mert tavaly előtt belevártunk abba, hogy akkor lóval fog hazajönni a tűzifa. Szóval lett ló, lett kocsi, hát a ló egyedül nem jó, akkor lett melissza már. Most a lóval ugye nem csak, na várjuk, igen, akkor ezért az erdő, szóval a fák már hazajött, az nagyon klassz a fánk hazajött az erdőbe, azt kivágjuk. Na most a lovat etetni kell, ez a másik, akkor a saját takarmányát legalább ő vigye haza. Szóval most a bálát is szállítványozunk a lóval, ott van a csacsi mögötte, ő el fog látszani, igen, a megköző képen. Na most még amiről beszélnék, ami hát ott nagyon fontos minden családnak, hogy ez a rendszer, amit próbálunk így felépíteni és életmódszerűen élni, ebben a gyerekek is részt vegyenek, és úgy nőjenek ebbe bele, hogy nekik már az, amit nekünk ugye egy könyvekből tanultuk, nekem nagy szerencsém volt édesapámtól még nagyon sok mindent tanulni az önellátó kertészkedés gazdálkodásról, hogy ebbe a gyerekek úgy nőjenek bele, hogy ez nekik tényleg egy mindennapi élet legyen és természetes legyen. Mielőtt adta ezt a lovas képet, de hogy az állatoknál rengeteget segítenek, mi azt vettük észre, hogy ahogy az állat bekerült a rendszerbe, ez a gyerekeknek egy óriási örömet ad. Szóval tényleg van, mondjuk én is újra kis gyerek lett, de azt hiszem, hogy egy nagy állat mellett ott, hogy ez valami fantasztikus dolog, vagy a kecske, akik bőlöd és beül az öletbe, nagyon ők is energiákat lehet belemeríteni. Tegnap a Bantos Tamás is azt mondta, hogy igazából ez az egésznek a lényeg azért csinálod, hogy te jól érezd magad. Vagy hát úgy van értelme az egésznek. Na, szóval a gyerekeket jól sikerül belevonni, mind családi, mind közösségi szinten, ezt együtt csinálunk velük, amit lehet az erdőben is általában 5-6-7-8 gyerek a részvő családunk, a gyerekeivel együtt megyünk. Hát akik néha egy ideig türelmesek, aztán ha már nincs valami ugye, akkor kicsit nehezebb. De amúgy nőnek, mert ugye egymást ott a közösségben a gyerekek is tudják ebben segíteni, vagy lefoglalni. Hát most annyira, ezt muszáj mondom, annyira büszkölök, hogy most két lányunk van otthon, aki most ez alatt a két nap alatt egész mindent csinálnak, és az egész rendszert fenntartják, reméljük, hogy minden rendben lesz, hogy este hazaérünk, de azt ma megtudtuk, hogy kikert a kis csibét, mert a januárban lett egy utolsunk, és most már kis csibék van, és egy óriási élmény nekik, hogy most ezt ők voltak otthon, és ezt követhették. És egyébként mindent hát mindent meg tudnak csinálni. Szóval azt látom, hogy 14-16 évesen begyújtanak, tudják mi azt, hogy a pincéből kell hozni a zöldséget, a kertben megismerik a növényeket, feltalálják magukat. Nem mondok ilyen vegánoknak ilyen dolgokat, de hogy állatokat akár levágnak, hogyha arról van szó, hogy tényleg szóval kezelik az egész állati rendszert is. És ezt próbáljuk úgy, hogy most láttátok, amikről beszéltem, most ez egy ilyen kicsit ilyen egybeleg volt az életünkről, rengeteg ilyen apró ellen van, amit próbálunk ebbe összefogni, és úgy működtetni, hogy ezek az összefüggések látszanak, és ezek a technikák, amikről beszéltünk eddig, ezeket mind használjuk. És ez tényleg napi szintű tervezést igényel, napi szintű újragondolást, és hát ezt szeretnénk jól működtetni. És akkor itt mennék hát arra, hogy ez a nagy székhely, ez az egyesületnek a székhelye. Ezt tavaly, igen, egyébként eredetileg is székhelyt jelent a nagy székhely, nem feltétlenül eredeti eredetű. És ebben a nagy székhelyben próbálunk a székhelyet úgy kialakítani, hogy ez alkalmas legyen majd később egy fogadó oktató központnak. És akkor most gyorsan elmondom tényleg jó hévban, hogy az egyesületnek a 10 éves története micsoda. Én 2005-ben tanultam Angliában, de ott találkoztam ezzel a permakultúrával, én ide jártam az egyetemre, akkor az ökológiai tanszék már működött, de hát még azért nem volt olyan nagyon felkapott téma. Ez a permakultúra, én ezt ott tanultam, és 2006-ban, amikor hazajöttem, akkor a Szalai Zita tanárnőhöz bejöttem, rám nézett, egy kicsit elvigyett a száj, és mondta, hogy hát itt annyira nem nagyon van lehetőség, keressen meg a Bélát.
ez volt, lehetünk szerintem tovább januárban. Itt egy ilyen tervet láthatok, ami a permakultúrás tanfolyamnak az alaptanfolyama, ez egy kéthetes PDC-nek nevezett tanfolyam. Ez az a terv, amit annak a végén készítettünk, ez úgy épül föl, hogy van egy kéthetes tanfolyam, aminek gyakorlatilag minden nap valami témával kicsit belássák magukat az emberek, és a két hét végén hát egy ilyen 3-4 nap tervezéssel, akár egy konkrét helyet, ahol a tanfolyam van, akár egy hozott anyagot megtervez a csoport. Ez a mi csoportunk az ottani ökocentrum átalakítási terve. Na hát, mikor megtaláltam a Bélát, akkor hát azt gondoltuk, hogy de jó lenne, akkor megnéznénk, hogy ki fog ebbe itt részt venni, és elkezdtük szervezgetni ezt a kis, akkor szövetségnek hívtuk a csoportot. Minden hónapban mentünk valahol, ez 2006-ban, amikor meglátogattuk a Bélát, és mint látjátok, beszélgetünk nála a tanyán. Hát akkor ez az én képem, akkor a Béla kerti, ez 2006 nyári kép. És akkor utána kitaláltuk, hogy milyen jó lenne, ha azoknak, akik érdeklődnek, ott valamivel hozzá tudnánk járulni a saját területük építéséhez. Nem tudom, valaki által, ez Mária Halom lakatos Kézánál fát ültetünk ősszel. Na, 2007-ben, nem tudom, ismerős a kép a tanszéki munkatársaknak, 2007-ben az egyetem adott lehetőséget arra, hogy egy ilyen tanfolyamot szervezzünk, és ennek az első alkalma itt volt, abban a kicsi épületben mellettünk a tanszéken. Mertünk tovább, az akkori egyetemi biokert, ahol a elveket megnéztük, hogy működnek, mert ez volt a kis csoport, aki részt vett ezen a cikkben, az arborétumban. A második része a tanfolyamnak tápiószelén volt, akkor még nagy átrendezések előtt volt tápiószele, hogy így mondjam, és beengedtek minket az agrobotanika épületébe. Annak a gyakorlati része Bélánál volt a tanyán, és a harmadik része pedig Nagyszékelyben, március 15-e gondolom Béla, akkor volt nálunk. Na, már akkor is szerettünk volna tényleg kapcsolódó olyannakkal kapcsolatot teremteni, hasonló témában tevékenykednek, Lantos Tamáséknál vagyunk Drámafokon, vagyis hogy ez Markócot néztük fel, a Tamásnak a gyümölcsészeti öregtései. Bélánál kaszálni tanulunk, lehet kis kaszáscsapat. Béla komposztot épít, és tanulja mindenki. 2012 után évente rendeztünk ilyen kis találkozókat, ahol hát nem így előadás és találkozó, tényleg ilyen baráti találkozók voltak, ahol megbeszéltük, hogy ki mit csinál, ránéztünk egymásra, nagyon fontosnak tartottuk, hogy személyesen is lássuk egymást, ne csak egy kis csoportot képezzünk. Ez pedig a Balázséknál, hát most 2000, nem tudom, 11-2 valami találkozó után, mert ott is azt gondoltuk, hogy nagyon jó az, hogyha van egy találkozó, ahol beszélgetünk dolgokra, de mindenképp menjünk el megnézni a megvalósulását a valamelyik tagnál. Balázséknál voltunk. Aztán próbálkoztunk azzal, hogy hát nemzetközi kapcsolatokat is építsünk. 2015-ben volt a Permakultúrás Világkonferencia Londonban. Ott jártunk, és ez még aztán ez még 15 év végén egy regionális csoportot próbáltak létrehozni, itt Ausztria, Szlovénia, német részvétellel voltunk Ausztriában. Még egy ilyen együttműködőről beszélnék, tegnap itt volt Részi, nem tudom, sokan ismertek, a Védegylet munkatársa. Nekik van 3 éve kisközösségi programjuk, ami arról szól, hogy kisközösségeknek próbálnak nagyon-nagyon gyakorlati dolgokkal segíteni, olyan ők egy nagy pályázatot visznek, ezen belül a mini pályázatokkal, ahol arra törekszenek, hogy a kisközösség ne úgy kapjon egy lehetőséget, amíg a pályázat pénzt tart, addig mondjuk tudják csinálni, hanem tényleg gyakorlati megoldásokat próbálnak nekik adni. Ennek az egyik vonala lett a, hát mondjuk így az önellátó kiskert és a gyümölcsös oldal. Ennek az egyik tanulmányunkja volt Lantos Tamáséknál, vagy egy Drávafokon, hogy a kisközösségek fát is osztottak a fészék, de megpróbálták arra biztatni, hogy saját maguk ellátására hozzanak létre közösségi gyümölcsösöket. És így 14 közösséggel állunk kapcsolatban, és ebbe vettünk részt szakmailag, hogy segítünk nekik a hátteret megtanulni, fához jutni, oltványra az ötvény, meg ennek a folyamatát, hogy hogy alakul ki egy ilyen gyümölcsös gyakorlatban is.
Frédi ott látható, nem tudom, hogy működik a net annyira, hogy Skype-on majd behozzuk Frédit. Frédi egyesületünk titkára, aki nélkül ez a rendezvény ma nem lenne itt. Aki most Svájcban van, ezért nem lehet itt velünk, most így egy kicsit idehoztuk. Ő az, aki most végzett Gödöllőn, környezet, nem tudom, most végzett Gödöllőn, és ő nagyon-nagyon lelkes szívügyének tartja a permakultúrát, és Gödöllő minden évben szervezett fórumot és zöldforgatag, a Zöld Klubba, a Zöldforgatag nevű ilyen kis rendezvényeket, ahova meghívott permakultúra témában, vagy annak egy részében témában előadókat, és itt egy fórumbeszélgetés van erről tavaly évben. A kisközösségekkel való együttműködésnek ez egy kép, ahol előttek hozzánk a kisközösségek, és kiáshatták maguknak a gyümölcsfáinkat. Itt adtunk is neki gyümölcsfát, és megmutattuk azt, hogy hogy kell elültetni egy fát, mit kell vele csinálni, mikor kell csinálni. Szóval tényleg ilyen egész pici információkat szeretnénk nekik úgy átadni gyakorlatban, hogy azt otthon meg tudják csinálni, és akkor sikerélményük legyen, és tudják alkalmazni közösségi szinten. Ennek az együttműködésnek tavalyi, hát úgy mondom, hogy elég nagy eredménye, meg mérföldköve volt. Mint mondtam, nagyon szeretnénk bevonni embereket ebbe a permakultúra terjesztésébe, de úgy, hogy együttműködve, mert ugye a szociális oldalának ez az egyik legfontosabb része a permakultúrának, hogy együttműködéseket keresünk ezeknek az elveknek a mentén. A Védegyletnek volt egy nagy élelmiszerrel rendelkezéses pályázata, és ebbe belefért egy olyan téma, hogy létrehozzunk egy tananyagot, amit szeretnénk elvinni a kis közösségekhez. A permakultúrás oktatásnak egy nemzetközi szinten a legkisebb része az egy hétvégi bevezető tanfolyam, ez egy kétnapos, péntek délutántól vasárnap délután tartó kis tanfolyam. Ez tényleg arra elég, hogy aki érdeklődik, hogy azért meglátja, hogy mégis mi foglal magában ezt, hogy a permakultúráról tanuljon. A kéthetes tanfolyam, amit az előbb említettem, az egy elég komoly, tényleg egy-egy témára egy-egy napot is rászálló tanfolyam. Mi azt láttuk itt Magyarországon a 10 év alatt, hogy hát 2 hétre nagyon-nagyon nehéz embereket kikapcsolni a saját kis életükből. A 2 nap alatt nagyon kevés dolgot lehet elmondani, így azt találtuk ki, hogy 4 napra bővítjük ezt a 2 napot, amiben ugyanúgy benne van ez a bevezető tanfolyam tematikája, plusz kap egy olyan szociális oldalt, szociális vonatkozást, hogy a kis közösségeknek az életszervezésükhöz segítség, vagy a mindennapok szervezésükhöz segítség, és plusz van egy olyan nap, ahol a tervezéssel egy egész napot foglalkozunk. Mert itt lényeg lenne az, hogyha elmegyünk egy kis közösséghez, most gondoljatok nyugodtan akár egy városi közösséghez, akik kapnak egy telket, hogy ezt megtervezik, vagy gondolhatunk egy hátrányos helyzetű, mondjuk cigány szegregációra, akiknek nagyon fontos, hogy az, amit csinálnak, abból tényleg maguknak valami használhatót előállítsanak, erre a tervezésre, de egy-egy ilyen tervezési napon a saját rendszerüket segítünk tervezni, vagy ennek a technikáját próbáljuk átadni, hogy ott tudják majd maguknak megtervezni. Hát ennek az eredménye lett egy 4 napos tanfolyami anyag, ami a tanfolyam anyagot foglalja magában, mert hogy mi azzal szeretnénk, ha több ember lenne, aki oktatásra tudná a permakultúrát, és ezzel a tananyaggal szeretnénk segíteni azt, aki érez magában egy kis lelkesedést, hogy ez továbbadja a tapasztalatát, de arra még nem gondolja magát elég, hogy ő mondjuk odaálljon és 4 napot így tanítson az embereknek, viszont ez a kis virtuális, meg egy kicsit gyakorlati bőrönd is arra való, hogy ezzel segítsük őt, hogy ezt el tudja kezdeni. És ezeket a tanfolyamokat úgy szeretném csinálni, ez is a nemzetközi gyakorlatban indulni, hogy aki már tartott ilyet, az utána együtt tart egy ilyen tanfolyamot valakivel, aki szeretne majd ilyet tanítani, ezt a segítőnk is gyakornokként lehet bekapcsolódni. Majd egy pár ilyen tanfolyam után már ő maga is bátornak érzi magát, vagy felkészülnek ahhoz, hogy megtartsa ezt a tanfolyamot. Ehhez mi a tananyagot dolgoztuk ki, és ilyen próbatanfolyamokat tartottunk tavaly. Az előzőn látszott most tovább mentél, Bérces Dóri volt a kisközösségi programból, Vitka állott, ő volt az Egyesülettől, én és Attila voltunk így a 4 kidolgozó, és hát mindjárt mutatunk a tanfolyamból is kicsi képet. Ez a próbatanfolyamnak a gyakorlatai. Ez pedig még a helyi közösségnek a bevonása az egy-egy programba, itt a helyi családok egyébként meg egy falusi rendezvényre, mert hát próbálunk a faluval is kapcsolatot teremteni, mert hát nem tudom hányan vagytok vidékiek, de Magyarországon vidéken azt tapasztaljuk, hogy ezek a kicsit új irányzatok, amik már nem annyira újak, ezek azért eléggé
kétséget keltenek az emberekben, és az ilyen permakultúrás kertekre általában az a reakció, hogy hát ezek mindig csinálnak valamit, ez nagyon furcsa, amit csinálnak, mert hogy ebben semmi nem látszik kifelé, hogy mit csinálunk, de állandóan ott vagyunk és csinálunk valamit, és mindig akarunk valamit, és az mindig olyan furcsa, mert ugye nőjön minden, de közben ne legyen szennyvíz. Na, szóval nagyon, nagyon összetett ez a dolog, és az azt hiszem a megszokott életüket élő embereknek ez hát ilyen nagyon visszatetszést kelt. Szóval ez a faluban is próbálunk kapcsolatot teremteni, tökkel sem sikerrel, ez így. Ez egy külön témát beszéltet. Na hát ez a tananyag, most hát ezt így nem nézzük át, mert igazából nincs így kivonatunk. Reméltük, hogy a mostani hétvégére elkészül ennek a szépen kötött változata, mert lesz egy pár papírváltozat belőle, de most aki képernyőn tudok belőle mutatni egy pár dolgot, de Salafani illusztrálta, aki egy grafikus barátunk. Most pont átment ez, ezt a négy képet megmutathattad volna a szerzőkről. Nagyon-nagyon rajzokat készített hozzá, és az egész tananyagnak a kidolgozásában is törekedtünk arra, hogy a permakultúrás tervezésnek a folyamatát, ami most nem mondom az egészet, de hogy ezt az egész folyamatot, körfolyamatot kövessük, ezért ahogy megterveztük, hogy hogy fogjuk csinálni ezt az egész munkát, ez is követte ezt a rendszert. Ezt azért szeretném mondani, mert tényleg ezt a permakultúrát tényleg rengetegen megkérdezték, hogy ez micsoda. És ugye ami példákat láttunk rá, azok általában kertekről szólnak, ahol látszott múlcoznak, hogy így ültetnek, úgy ültetnek, összeraknak. Hát én már azt szoktam mondani, hogy hát igen, szóval ez így nagyon szép, és azért mutatunk kerti képeket, mert nagyon-nagyon látványosak ezek az elemek közti összefüggések, amikről mi állandóan beszélünk. De ez egy jó példa arra, hogy egy tananyagot, ami hát nem a kertről van szó, egy tananyag megtervezésénél is pontosan alkalmazhatók ezek a módszerek, tervezés módszerei, és ezt hát itt végig próbáltuk követni, és kisebb plusznál sokkal jövünk össze. Szeretnék, hogyha most a szebéd után, akit érdekelne az, hogy működik ez az egyesület, mit szeretnénk elérni, hova tartunk, erről fogunk beszélgetni, akkor az itt maradna, és akkor még tudna velünk kicsit beszélgetni. Itt elől fogjuk elkezdeni ezt a beszélgetést, hogyha valaki még szívesen maradna, vagy csipergetne, vagy beszélgetne bárkivel, akkor azt megkérjük, hogy ott hátul beszélgessen, és nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek erre a két napra, és nagyon, nagyon jó érzés az, hogy olyan emberek jöttek össze, akik a tegnap is döbbenet volt látni, minden a helyén volt, minden elvittek, minden rendben volt, mai napon is ezt kérem, hogy hagyjunk magunkat után szép rendet, és a kapcsolatokat, amiket esetleg itt megtaláltatok, vagy találtatok egy embert, akkor egymásra néztetek, és valami hasonló csináltok, azokat próbáljátok építgetni, és hát minden az egyesületben próbálunk előbb járni, ha valakinek tényleg hivatalos módszer kell valami, hogy mögötte legyen minden szervezet. Nagyon szépen köszönöm az összes előadóknak a tegnap és a mai napra is, hogy eljöttek.